Norci, kam tudod, milyen nagy eseményre készül a vadásztársadalom ebbe az évbe? A 2021-es vadászati világkiállítás. Világkiállítás, így van. ...2011-ben vetettem fel a Magyar Vadásztársadalomnak, hogy rendezhetnénk egy vadászati világkiállítást. Meg kell mondanom, hogy eszembe se jutott, hogy ilyen grandiózus kiállítást fogunk tudni rendezni. Gyerekként édesapámmal ott voltam 1971-ben. Rám lenyűgöző hatással volt, főleg a Tanzán pavilonnak ma is emlékszem az afrikai trófeáira. És nem csak én vagyok így, hanem szerintem nagyon sok 10 és 100 ezer ember, aki gyerekként, fiatalként itt volt. Kürtösök fogadták a látogatókat a budapesti vadászati világkiállítás megnyitóján. Hazánk az első ország, amely vadászati világkiállítást rendezett. Négy világrész, 52 országa mutatja itt a vadállományát, az ember és a természet kapcsolatát. Formális döntés 2016-ban született arról, hogy legyen újra világkiállítás. 2018. decemberében kaptam meg a kinevezésemet, illetve a felkérésemet, hogy kormánybiztosként felügyeljem ezt. Tételmondatunk az, hogy fenntartható vadászat nélkül nincs fenntartható környezetgazdálkodás. Látod, Marcikám, ez egy szép öreg tölgyfa, több mint 100 éves. A körülötte levő fiatalabbak már a második generáció. Amikor egy ilyen szép tölgyfa mellett elmegy az erdész, megemeli a kalapját. Mikor megszülettem, akkor még kint laktunk Szalafőn az erdészházban. 3-4 éves koromban költöztünk be ide Őriszentpéterre. Apukám erdészként dolgozott, úgy élte le az életét, meg vadászként, és hát ezt láttam mellette. Ebbe születtem bele, vagy ebben nőttem fel. Ez az egy dolog fogott meg, meg érdekelt, így nem is szerettem volna mást választani. A természet szeretete, az erdő, a benne lévő állatok, a csend, amit ő átadott, azt én tovább vittem. Szerettük volna a vízes élőhelyeket megmutatni, a trófeákat, hagyományos vadászati módokat, nemzetközi csarnok elengedhetetlen, illetve egy olyan központi magyar pavilont próbáltunk létrehozni, ami a magyar vadászat történetét tudja közvetíteni, inkább történelmi szemmel, nem pedig vadász szemmel. Úgynevezett kurátorokat kértünk fel ennek a koncepciónak a kibontására, és így kezdtük el szétszálazni és pontosítani a tartalmakat. A budapesti átkertbe. Pont a bejárat a szembe volt egy hatalmas ponty. Nem lehettem több 5 évesnél, és hogy beléptünk az akváriumba, ezt a pontyot látta meg legelőször, és olyan volt, mintha ő meg engem nézett volna, így néztük egymást, és mintha megmételjezett volna, mintha valami történt volna. A pavilonunknak a fő attrakciója, ez a 140 ezer literes medence, ekkora mobil medence még Magyarországon nem épült, ebbe fognak érkezni a óriás vizek. Benne van az ember egy olyan csapatban, aki egy irányba halad, és együtt küzdünk azért, hogy akkor ez megvalósulhasson. Forduljál be, befele a medence felé a végével! Új! És forgassuk be! Így! Jó!
Szia, Barbie! Gyere át ide, légy szíves a hegyhez, oké. Okay. Köszi. Az Ircen születtem, Bakonynak a fővárosa, rengeteget kirándultunk, a természet szeretet az biztosan onnan indult. Az első ilyen emlékem, hogy ülök az apukámnak a nyakába, és egy szarvas rudli elmegy mellettünk. Itt a vége a diorámának. Keszterre kerültem, már középiskolám. Egy gyönyörű, nagyon szerethető város. Valamivel több mint 10 éve vagyok igazgatója Herikon kastélynak. 10 nap. Még sok dolgunk van. Szia, Timi! Föld és a homok, az mikor érkezik? Ez akkor tegnap elmaradt, jó? Légy szíves, csináld meg, annak nézzél utána gyorsan, hogy az hogy áll és mikorra jön, jó? Oké, köszönöm szépen. Mi ezt helyen hoztuk össze egy helyre a legtöbb trófeát. Aztán amikor kiderül, hogy 21-ben világkiállítást szervez Magyarország, akkor nyilván elkezdünk ebben is dolgozni. Ha valaki, akkor mi ezt meg fogjuk tudni csinálni. Szükséges egy valamilyen fajta önbizalom ahhoz, hogy neki merjünk ugrani egy-egy feladatnak. Leragasztottam, le van ragasztva. Le van ragasztva. Azt végigjelöltem már. Ez itt Amerika. Ha ide teszem, ha ide tesszük erre a kötyre belül ide a hegyet, az jó? Igen, és elég nagy arcomban mindig megpróbálom betölteni a rendelkezésemre álló teret, de azért ez egy akkora tér, aminek ezzel egy párszor neki kell futni. A deszkáknak a teteje az 9,5 méter magasan van. Az nem egy olyan tér, amihez mi általában hozzá vagyunk szokva, de nem nagyon féltem, mert tudtuk, hogy mit fogunk megépíteni. Egy egészen szép karriert futottam végig ilyen multivilágban. Válságmenedzseri mi voltamnak megfelelően egy német fegyveripari cégnek a hazai képviseletét vezettem majdnem 3 éven keresztül. Pont éppen, hogy kifújtam magam, és mondtam, hogy na, akkor most pihenünk egy kicsit, és abban a pillanatban jött Borsihár telefonja, hogy Balázs, nincs-e kedved megcsinálni a pavilont. Nagyon nagy kihívásnak láttam. Nagypapám, ő egy igazi ilyen vadvízi hajós volt. Tőle 2 dolgot örököltem igazából, természet szeretetét és a hadtörténelmet. És a régi fegyverekkel kapcsolatos érdeklődés is valószínűleg, hogy innen érkezett. Minden egyes nyarant vadkempingezéssel törtöttünk a Dunán. Sátorban világít a lámpa, és a nagypapa pedig meséli a háborús élményeit. És őt mindig láttam, hogy könnyes a szeme. Ő a II. Magyar Hadsereggel ment ki az orosz frontra. Felderítő volt egyébként, szakaszvezető volt az öreg, és volt egy ilyen pszichológiai kibeszéletlensége benne. És igazából azért kezdtem el gondolkodni azon, hogy a hadtörténelemmel kell foglalkozni, mert ezeket a katonákat elfelejtjük. És a hadtörténész azt, aki ezeknek a katonáknak az emlékét életben tartja. Oldalról jót tesz neki, hogy ide még jön egy nagy forma, egy nagy párna. Ki van párnázva. Ez most egy nagyon elvékonyodik ehhez képest. Ebből a síkból így ki is állhat, tehát így kijönhet kell védelni. Nincs 2 egyforma agancsa a világon. Mindegyik teljesen más, mindegyik egy külön világ és egy külön önmagában is működő szobor számomra. Tehát mindegyik egy műalkotás úgy, ahogy van. Egy hatalmas felelősség volt, hogy ez a szobor ez így ebben a formában kompromisszumok nélkül tudjon megvalósulni. Elérkeztünk a legizgalmasabb pontjához ennek a munkának, ami már több mint 1 éve dolgozunk keményen csapatommal. Nyissuk ki a kaput, és igen, nézzük meg, hogy hogy áll, hogy néz ki ebben a formájában. Szétszedtük a szobrot, és most kezdjük el átszállítani évfélkor a Hung Expo területére, ahol szeptember 24-ig összeállítjuk a szobrot. Már szeptember elejétől fogva ismertük, sikerült pár képet is készíteni róla. Aztán a vadász szerencse ma reggel hozta elénk.
a zöme a vendégeinknek, a német-osztrák vendégek, de van, aki 15-20 éve visszajár. Kapunk egy kilövési tervet, hogy mennyi bikát lehet abból elejteni, és azon belül pedig, hogy mennyi a fiatalkorú, mennyi a közép és mennyi az öregkorú. Terítéket készítünk neki, megadjuk vadnak a végtisztességet. Itt az ember megpróbál a természettel együtt élni. Egyrészt egy kicsi nyugalmat is ad, a másként pedig megpróbál értékelni. Egyelőre most úgy tűnik, hogy tetszik neki ez a dolog, gyakran jön velem. Én azt gondolom, hogy nem fog elmúlni benne nyomtalanul ez az időszak. Azzal, hogyha egy vadat elejtünk és terítékre hozunk, megadjuk neki a végtisztességet, hazahozzuk lovasszekére, még nem ér véget a feladat, azt a trófeát el is kell készíteni. Azért van szükség ránk Isten igazából, mert az ember gyakorlatilag tönkretette már a környezetét. Régen a ragadozó, a medve, a farka, stb. Az egyensúlyba tartotta az egyéb élőlényt is a természetben. De mivel hogy ez már nem így működik, ezért fontos az, hogy egyensúlyt próbáljunk tartani. Ugyanilyen trófeerdőket fogunk létrehozni, mint ami itt van. Látjátok alulra a klapok, utána a szőnyeg és a végén majd rá a kéreg. A raklapokat hosszába tesszük, így egy 20, úgy 80, és elindulunk szépen arra kifelé, jó? Másik csapat jöjjön velem. Nagyon-nagyon sok munkával, összehangolt és tervszerű gondolkodással kitaláltuk azt a rendszert, hogy az 52 tájegységből, ha begyűjtünk 32, 34, 35 trófeát, akkor meg tudjuk tölteni a hazai trófeacsarnokot ezekkel a csodálatos agancsokkal. Tehát ez a 10 nem fog kiférni. Ja, mert hogy onnan indultunk el végig vele, ugye? Igen, tehát ott ugyanaz van, mint... Nem baj, Barbie, addig megyünk, ameddig megyünk, jó? 15 gímet rakassunk fel arra a sorra, mindjárt itt vannak a lánymentesítők, jó? Jó, oké, és rendben, felviszem a diákokat. Oké. Gyere! Jó vagy, jó. És a, ez Targival megy, vagy Békával? Békával én már dolgoztam egy állatkerti projekten, és ugye én úgy éreztem, hogy ide kell egy ember, hogyha én nem vagyok itt, akkor is haladjanak a dolgok. Biztos, hogy én nem bírtam volna egyedül. Körbe van ez a körfolyosó. Megvan. Meg is meg. Megvan. Akkor megvan. Megvan. De miért ne lenne meg? Hát ott van. Nem tud bemenni a Hörmann kapu felől. Ott a tervezési hiba. Ugye nincs ez éreztetve, hogy ő a főnök, de mégiscsak ő a főnök. Ebben a együttműködésben inkább én vagyok a poroszos, ő pedig az alkotó. De kapok tőle olyan kártyát, olyan lehetőséget, hogy az alkotás folyamatában is részt tudok venni. Nekem nincs meg az a képességem, ami az Olivernek megvan, hogy ő kitalál valamit és azt így látja maga előtt. A komplet vízgépészet mögött. De ha a tartály mellett be lehet menni, akkor ide kell gyönyörű ajtót rakni, és ennyi. Én teljesen rendben van, én abszolút nem aggódok. Annyi az egész, hogy akkor ide kell rakni egy ajtót, kicsit furcsán néz ki, de akkor megfelelünk ennyi. Az megvan, ha, hogy... Várjál, Boros Jánfal bérlősnek bele kell szólnom többet. Igen, mi van meg? Vagy a világ egyik legnagyobb természetfotósának a képei lesznek itt, egy és harmonika ajtóval. És a pelikán csőrét kinyitod. Hát, vagy nem nyitunk ki nyilván, akkor a pelikán csőre nyílik. Na, ez dolgozott rendben, mert ha mindenen egy rágörcsössz, akkor a végén már nagy baj lesz. A vadászati világkiállítás nagyon komplexen próbálja
a vadászati örökséget, a vadászati kultúrát a nagy közönség elé tárni. Ez a magyar pavilon, a központi magyar kiállítás, pont erre egyfajta kísérlet vagy vállalkozás, hogy fontos történeti állomásokon keresztül, szép történeteket elmesélve, izgalmas történeti dokumentumokat a nagy közönség elé tárva, bemutassuk mindazt, amit mi gondolunk a vadászatról. A vadászat részben életforma, vadgazdálkodás, természetvédelem, és ez a pavilon azt is bebizonyítja, hogy mindenek előtt kultúra. Hagyomány és kultúra. Nagyon fontos, hogy műtárgyat kesztyű nélkül soha nem tapizunk. Ezek pedig a magyar íjnak a különböző csontból készült lemezei. Igazából a sírleletekben csak ezek maradnak meg jellemzően, hogy a fa és az íj és az összes szerves anyag az elbomlik. Ezeknek a pozícióiból, meg a formájából, vagy az elhelyezkedéséből néha lehet arra egy képet alkotni, hogy mekkora lehetett a magyar íj, de igazából nem nagyon tudjuk. De ezek megmaradnak. Király! Jól állunk, azt kell, hogy mondjam, mert az installációink alapvetően készen vannak, vannak még kisebb megoldandó gondjaink, de azért vagyunk itt, hogy ezt megcsináljuk, úgyhogy mi szombaton meg fogunk nyitni, és szép lesz. Itt most már születnek meg dolgok, ezt mindig nagyon jól látni, tehát amikor egy munka beérik, és odaérünk, hogy tudjuk, hogy nem egyszerűen egy kiállítást csináltunk, hanem a mezőgazdasági múzeumban egy fantasztikus fegyverkiállításunk mögötte megjelent a vadászat történettel és a műtárgyakkal foglalkozó könyvünk, akkor azt gondolom, hogy egy olyan nagyon fontos tartalmat hoztunk be így az 50. évfordulóra, amire a következő 50 évben biztos, hogy emlékezni fognak. És ez jó érzés. Elvégeztük a munkát. Az összes installáció az megy le utána kezd helyre, tehát az is egy nagyon fontos kérdés volt, hogyha már itt ezeket megcsináljuk, akkor ez ne tűzre kerüljön persze, utána, hanem akkor ez maradjon meg. Teljesen. Tényleg fotorealisztikus. Tulajdonképpen szinte köszönhetni lehet neki, hogy szevasz öreg. Tényleg zseniális. Ennyi idő alatt azért 1000 átszervezés, áttervezés azt volt. Mondom, és az, hogy most kinyitom az eredeti tavaly júniusi szinopszist, akkor azt látom, hogy annak itt van a 95%-a. És az összes olyan fontos tartalmi elem, amire azt mondtuk, hogy hát ezt nem biztos, hogy meg tudjuk csinálni, ezt meg tudtuk csinálni valahogy. Ez olyan jó érzés. ...31.320, de ezeket azért úgy elolvasom, hogy ránézek. Halló, szervusz! Nem zavarsz, örömmel hallom, hogy sok-sok embert fogsz nekünk küldeni. A hétfői 35-öt már nagyon várom, mert hogy mindenki, ha csak egy valamit rakodébb, akkor ezzel a 168 órával jól el tudunk akkor bánni. Olivér, majd kiugrok hozzád. Igen, mondjad még, mi van? Cipő rátétet vettünk neki. Láthatósági mellény kobaltvédőkesztyű cipőrátét. Ő a Korodi Olivér, akkor most így egyúttal be is mutattam nektek. Ő a pavilonnak a kurátora. Bármit kér, bármit mond, bármit szeretne, szaladunk, ugrunk, csináljuk, jó? Hát örömmel köszöntek benneteket, örülök, hogy ilyen szép számmal eljöttetek. Innentől kollégák lettünk, majd néhány év múlva erről büszkén beszélhettek, hogy ti ebben részt vettetek, mert Magyarország az elég ritkán hozzávetőleg és 50 évente rendez egy ilyen rendezvényt, egy ilyen világkiállítást, és ez nagyon szakmátokba vág. A lényeg az, hogy mindenhol élő vízfelületek lesznek, ezekben a hatalmas medencékben majd vízinövényeket, halakat telepítünk, itt majd nagy vizákat is láthattok, és nagyon közeledik az időpont, mert az első szállítmány már szerdán meg fog érkezni. 1 millió liter víz van, 50 halfaj, 3000 egyede, halszaporító egységekkel, száraz akváriummal. Hát már szakmai gyakorlatot. Na most már ez most el is szakmai gyakorlat, tehát azért jó, hogy olyan szakirányú kollégák jöttek segíteni, hogy látják is, így látják gyakorlatban, hogy ez hogy zajlik. Hallottam már ilyenekről. Valójában ez már való világ. Valaki jöjjön még ide segíteni emelni, egy ember bemegy oda alulra, és azt az alatta levő támasztékot azt onnan kihúzza. Beljebb tolja. Jövök vissza 2 perc múlva. Srácok, a létrát hozzátok ide, hogy európai módon menjünk be. Hát, egy kicsi elé. Na, Mizu, fiúk!
békát keresnek valahol. Értem. A többiek vödröt hoznak. Akkor lehet, hogy mi maradunk itt a megnyitóra, halak helyett? Hát most azon gondolkodtam, hogy inkább felemeljük kézzel. Mit? A béka idején. Mire gondoltál? Sodert. Na, arra befizetek. Mert nézni hát, fogom innen. Hát, hogyha 8 ember neki áll. Az olyan... Mi a füvet 12. 1 tonna körülbelül, de... Aha. Ha jó volt az ebéd, lehet, hogy menni fog. Hát finom volt. Figyelj, szerezzél légy olyan szíves egy békát, mert a srácok a pavilon túloldaláról hordják ide a sódert, és így mondtam nekik, hogy valószínűleg karácsonykor fogunk nyitni. Köszi! Szőke Gábor Miklós, aki a totemet készítette, 5 másik szobrot varázsolt ide a pavilonba. Az egyik a Zrínyi és a Vatkan ábrázolása. A bejáratnál rögtön a világkiállítás kabala figurája, fátyol, a drótszőrű magyar vizsla. Ez a medve szobor, monumentális, nagyon szép alkotás. A magyar kiállításnak a centrális részében, ahol a magyar nép eredet történetét is feldolgozzuk, nyílveszőkből állított össze egy égbe szökelő, csodaszabásról készített szobrot. És van még egy hajtás közben ábrázolt nyúl is. Még 3 teljes napunk van, 3,5 napunk van, úgyhogy még nem reménytelen szerintem. Barbie! A jobb oldali nem odavaló. De azért haladunk. Nagy része már fent van. Катастрофы! Szerintem jobb lenne, ha leszállnak. Vigyázzunk, hogy hátrafele ne csúszunk ki. Mindig a fejek felé kell előre billenteni egy kicsit. Arra figyeljél, nehéz lesz, mert 100 kiló fölött jössz. Azt a felé? Megvan? Ott még hátul. Farkánány. Várjál, itt el van akadva előre a halfeje. Egy kicsit. Megvan? Mindig legyen lejjebb a... Farka nem lesz lejjebb. Fogjátok? Jó. 16,3. Na most, várjál, akkor Oliver. Várjál, hogy a farkát. Fogom ezt a kérdést. Már csúszózunk ki. Ott van. Nagyon jó. Másik oldalát nézem közé között. Nevet, szépen az úszók itt is. Az utolsó kötelet kirakhatta oda.
sokkal lejjebb lóg, mint a többi. Nem, vagy én megcsinálom, menjünk le. A legalkalmasabb gyerekek bevonására a hagyományos vadászati módok pavilonja. Ezt egy piactérnek gondoltuk el, ahol le lehet ülni, ahol le lehet egy picikét pakolni az embernek. Viszont nagyon-nagyon sok programot szerettünk volna behozni. Ismertebb embertől hallják ezt, hogy miről szól a vadgazdálkodás? Nagykövetként lehet, hogy néhány emberhez eljut az, amit mi igazából csinálunk, és másképp fog a vadászathoz hozzáállni. Én minden olyan dolgot szeretek, ami a vadászattal, bármilyen vadászattal kapcsolatos. Azért, mert az emberek ha elfogadják, ha letagadják, ha nem. A vadászat egy emberi tevékenység. Ez a 50. évforduló a 71-es világkiállításnak. Hung Expo területen pontosan hát mindenféle lesz. Lovas játékok, kutyakiállítások, Budapesten kulturális események, és minden megyében lesznek rövidebb kis kiállítások, és hát persze a Hung Expo-ra eljönnek az országok. Átcsarnokban vagyunk, ez a nemzetközi csarnok. Ez 20 000 négyzetméter, 30 ország mutatja meg magát kiállítóként, de a nemzetközi szervezetek, a nemzeti szakmai szervezetek és a kormányzati kiállítók által összesen
98 ország képviseli magát itt az Ácsarnokban. És akkor még nem beszéltünk a World Conservation Forumról, ami tulajdonképpen egy almárkaként hoztunk létre. A tematikát is úgy próbáltuk összerakni a konferenciára vonatkozóan, hogy ténylegesen minden lehetséges probléma, ami a szakmát, a mi ágazatunkat érdekli, az valamilyen formában megjelenjen, és mindemellett egyébként olyan társult szakágok, mint például a természetvédelem is be tudjon mutatkozni. In Namibia we're very privileged to actually be born into hunting. It's a country where we live very close to nature, so hunting is kind of second nature to all of us. We're the only country in the world where the sustainable use of our natural resources is embedded into our constitution. But we're also the only country where 100% ownership of the wildlife is being given to the people living on the land. It would be devastating for me as in the hunting business to have no wildlife left. I would have nothing left, no business, no economy, no money. So why would I want to eradicate wildlife? I want to protect it, but I want to protect the species and not the individual. Nagyon sokan, akik ide eljönnek, beszélgetésekből kiderül, hogy fél információkkal, vagy éppen semmilyen információkkal nem rendelkeznek, vagy kifejezetten negatív irányú információkkal rendelkeznek. Azzal, hogy be tudunk mutatni művészetet, tudományt, vadászathoz tartozó kultúrát, történelmet, irodalmat, sok mindent, ezt az egész képet árnyalja, kiszélesíti és elmélyíti azokban az emberekben, akik itt megfordultak. If you just look at the amount of children that come through this exhibition, you know, all of a sudden they get a sense of what nature is. It shows how we work with nature, how we try to conserve it, what nature gives back to us. I would have loved for my children and for the rest of the world to be able to see this. Ez a kiállítás azzal a célja jött létre, hogy bemutassuk a magyar nemzet vadászati hagyományait és a vadászatnak a mi történelmünkben betöltött szerepét. Ezt sokféle eszközzel próbáljuk elérni. Ezt a teret kellett úgy kihasználni, hogy egyrészt a látogató igényeknek is megfeleljünk, másrészt a szakmai elvárásoknak is. Egy izgalmas, különleges látványelemet nyújtsunk. Nagyon jó volt látni, hogy a saját témámnál maradjak, hogy a mozitermekben, az előadó termekben, a saját filmem előtt például a teltház volt, és ez egy nagyon jó dolog, mert ez volt a célja az egész kiállításnak, amivel azt gondolom, hogy már most is egy kicsit célt értünk, és ezek a filmek, ezek az ismeretterjesztő, szemléletformáló filmek már itt is sikert aratnak. A világkiállítás ideje alatt létrehoztunk egy művészeti fesztivált, ami nem a Hung Expo területén, hanem a városban, illetve vidéki helyszíneken is zajlott. A Hung Expo-n volt egy színpadunk a D-pavilonba, és ott próbáltuk a művészeti tartalmakra kíváncsi nézőknek egy színes programot biztosítani. Olyan produkciókat kerestünk, aminek a természethez vagy a vadászathoz van köze. Egy virtuális világban él nagyon sok gyerek. Olyan mértékben elszakadva a természetből, hogy se házi állatot, se vadállatot meg életében nem látott. Ezért fontos, hogy a természet rendjéhez vigyük közel, és mindegy, hogy természetjáróként, horgászként, vadászként, csak menjen el egy erdőbe, kerüljön kapcsolatba a magyar vidékkel, ismerje meg a természet rendjét. Minden egyes csarnokunkban van valami digitális aktivitásunk. Reggeltől nyitástól kezdve egész délután is sorban állás van, és mindenki szeretné kipróbálni a játékainkat. A célunk az, hogy ezek tovább éljenek, iskolák meg tudják kapni. A világkiállításnak a virtuális megalkotása is azt a célt szolgálta, hogy a jövőben bárki bármikor be tudja járni a kiállítást a későbbiekben. Ezeket lesz lehet fotózni, olyan szép van. Tehát fenn is nézd, milyen buták vannak. Most ott lehet fölül nézni, hogy azokat a rózsákat most itt fölöttünk. Ezt le kell fotózni. Az a baj, mindent be akarok fotózni, de nincs annyi tárhelyem. Jó, ez is. Hova tűnt? Hol az oda? Mennyi a kapitális ebből? 90 centis, az már szerintem annak számítva. Tudom. Jóisten, de nem van vagy 35 ága. Ezt. 409, vagy 410, valahogy így. 360. Van az. Mennyi volt, Marci? 409. 409.
Napa megnézte nyilván. Ú, az a bika, nézd, az milyen. Még egy kutyás. Kettő kutyás lesz, ugye eddig ez a hivatásos vadász lesz, meg egy a halas. Szerinted ide előre vagy felé rakjam? Jó, neked tetszik. Akkor felé rakom. Ugye az ujjadba belemészült. Csak... Oda néz. Ez milyen hal? Viza. Szerintem nincs Magyarországon ilyen. Nem, de van a másik, ami itt. Ez. Ez az. Nehéz. Ugyanúgy kell célozni ezzel is, mint egy légpuskával. Vedd fel a fegyvert, mint a légpuskát fognál meg. Nagyon ügyes vagy. Ezt kezdedet tedd még ide be rendesen a helyére, csak az... Te nagyon király vagy. Valóban, téged itt tartunk, és akkor majd te bemutatsz nekünk, jó? Ezzel kikönnyítem a sütést, és ezzel épp, hogy csak hozzáérek. És ezt kérdezik meg. Nem az ő jobban lássál, csak hogy biztonságot kérdezik. Ó, pedig az a kalap az olyan jól mutatott rajta. Na, akkor hallják. Tessék, parancsolj. Ha oda kell, akkor teszed be az ujjadat, ne tedd be. Amikor majd lőni akarsz, először célozzál. Tudod, hogy kell célozni, oda kell belerakni abba a pici módba ezt, jó? Oké? Okay. Nagyon jó. Érezted, hogy milyen finom volt a sütő? Ó, az jó sikerült. Jó, te menjél haza innen. Többet nem szeretnék látni. Gyönyörű tízes lőttél, drágám. Tízes. Aha, egy üres lőlap volt, úgyhogy ez egy tízes. Ügyes vagy. Hát csak így tovább, fiatalom, mert menj a sportlóvónak, ne vadászál, inkább sportlója. Az az ötlet vetődött föl, hogy legyen egy lovas részleg, mivel a lovak végigkísérték az emberek életét. Bemutatjuk a hagyományos vadászati módokat, illetve a vadászatnak a fejlődését a honfoglalástól kezdve egészen majdnem napjainkig. 11 óra 30 perckor lovas bemutatóval várjuk Önöket a Kincsen Parkban. Itt megetted? Remélem, nem hagytam el. Megvan. Te kérsz? Nem. Most tegyek így. Uh-huh. Itt nem muszáj lesz. Kezdődik. Itt a világkiállítás adott egy lendületet, adott rá lehetőséget,
kaptunk rá támogatást, és hát így valósulhatott meg ez a mai haltelepítés is. Ez nem egy ilyen mesterkélt, ilyen kényszeredett dolog volt, hanem tényleg a szervezők szerettek volna igazán tenni a természetért. A fajoknak a léte, az emlegetett biodiverzitás az nagyon fontos, hiszen ugye egymásra épülő rendszerekről van szó, és egyik élőlény függ a másiktól, ott vagyunk mi a sor végén, és hogyha alulunk, vagy körülöttünk inkább, mert az alulunk ez egy ilyen túlzottan egy rossz fogalmazás, akkor egyedül maradunk, és egyedül meg nem maradhatunk fenn hosszú távon. 2021. szeptember 25-én lezárult egy korszak, és 2021. szeptember 25-én pedig megnyílt egy újabb korszak, ami teljesen más, mint ezelőtt volt. Ehhez fel kell nőni mindenkinek, nekünk is, és ezt az eszmélyiséget, ezt a mondani valót kell ezen túl magunkkal vinni. Olyan szakmai munkaformájában, ami a most létező struktúrák mellett, azokat kiegészítve, ezt az egyébként a világkiállítás által szerzett tapasztalatot és új felfogást tovább tudja vinni. Évek munkája előttünk, hogy ezt egyenesbe tudjuk tenni. Tisztelt látogatóink! Az Egy a természettel vadászati és természeti világkiállítás hivatalosan is véget ért. Találkozunk 50 év múlva. Kedves kollégák! Köszönjük mindenkinek a munkáját! Az, hogy 600 ezren voltak itt a Hungexpon, és nagyjából 1,5 millióan az országban rendezvényen, ez őszintén szólva egyikünk se gondolta. Azt gondolom, hogy egy olyan csodát csináltatok, ami egyedülálló a világon. 1500 programelem. Mi abban gondolkodtunk kezdettől fogva, hogy szőnyegbombázást fogunk végrehajtani, tehát hogyha hűhajérzést akartak, akkor legyen hűhajérzés. Köszönöm a kurátoroknak, hol állnak, itt szétállnak. Mindegyikünknek sikerült. Volt egy olyan mondásom, ami zárójelben a Pálinkás Robinak mondtam, hogy mindenkinek az arcához méreteztük a csarnok méretét, mind a... Tapsoljuk meg! Isten éltessen! Isten éltessen! A vadászati kultúra egészen különleges, és semmi máshoz nem hasonlítható. Miért? Azért, mert az ember örököse a naturának, és építője a kultúrának. Nincs az embernek még egy olyan ősi tevékenysége, ahol ez ennyire természetes egységben van a történelem előtti és a történelem, a natura és a kultúra, mint a vadászati kultúrában. Élvezetes volt ez a munka. Ilyen nagy ügy az életemben, az nem volt még ennyire összetett feladat, és ennyire magas elvárásoknak megfelelni. Nincsen vége. Itt az a kérdés, hogy milyen lenyomat marad erről. Ez egy állomás az életünkben. Egészen biztos, hogy emlékezni fogok rá. Egészen biztos, hogy ez el fog kísérni. Egy, kettő, három. Emeljük le innen, az a lényeg. Most nem jelenti meg magát. Rok le a szélére, és átgurítunk. Azaz, jó. Szokott centrum medencéi, nem minden hal biztonságban el lesz helyezve. Nagyon-nagyon nagy kincsek kerülnek így a helyükre. Szállját, röviden! Fölmegy az,
Jutott egy kicsit. Szívével várom, hogy legyen egy ilyen szép izolálni. Cikrákat lát? Aha, ez neki is ide. Hazai vizeinkről még mindig nem sikerült mindent elmesélni, mert ez egy végtelen történet. Remélem lesz lehetőség majd ezt a történetet folytatni, erről még mesélni. Még nem fogyott ki belőlem a szó, és én szívesen folytatnám és igyekszem folytatni is ezt az utat tovább. Magyarország 2021-ben vadászati világkiállítást rendezett. Ez a vadászati világkiállítás egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy a magyar vadászszakma bemutatkozzon a világ előtt, és megmutathassa azt, hogy milyen eredményeket értünk is el. Hol lehetne a legjobb helyen a világkiállítás szimbolikus kapuja? A vadászati társadalom, illetve a szakma összefogását szimbolizáló műalkotás, mint egy olyan vidéki fellegvárában a vadászati kultúrának, ami kezd hely. Van egy küldetésünk az, hogy megismertessük a gyerekekkel, az utánunk jövő nemzedékkel, hogy mi is az a világ, miért van az, hogy mi szeretjük a természetet.